budapesti rendőrfőkapitányság gazdasági és korrupciós bűncselekmények elleni főosztálya a feljelentésemre elrendelte a nyomozást a Jobbik, illetve a Jobbik balliberális társai ellen abban az ügyben, amelyről korábban tartottam sajtótájékoztatót, és akkor elmondtam a részleteket érintően azt, hogy 2019-es európai parlamenti választások során az álláspontunk szerint választás rendje elleni büntettet követtek el a Mi Hazánk mozgalom rovására. Ezt most a nyomozóhatóság megállapította, illetve ennek a gyanúnak az alaposságát megállapította, és korábban feljelentés kiegészítést kért tőlem, most pedig már elrendelték a nyomozást. 2019-ben az európai parlamenti választásokon a büntett az azzal valósult meg, hogy egy fiktív közveleménykutató cég nevében egy automata telefonhívást kapott akár több tízezer vagy több százezer magyar választópolgár, ahol egy géppel rögzített hang közölte velük, választások előtt közvetlenül, hogy a Mi Hazánk mozgalom és a kétfarkú kutyapárt nem fog bejutni az Európai Parlamentbe, ezért a rájuk leadott szavazat az felesleges szavazat, ezért arra kérik a szavazópolgárokat, hogy ne szavazzanak a Mi Hazánkra, illetve a kétfarkú kutyapártra. A nyomozás során az megállapítás nyert, hogy itt egészen konkrétan Szabó Gábor, a Jobbik akkori pártigazgatójának, közvetlen munkatársának, Kis Zoltán Imrének a hangja hallható ezen a felvételen. Nyilván ez már alapos indok volt arra, hogy a nyomozók elkezdjenek dolgozni. Ugye ezzel az üggyel ugye nem ért véget a mi feljelentésünk, hiszen az is kiderült hozzánk eljutott információk és konkrét e-mailek alapján, hogy tömeges jelentgetésekkel a Jobbik egy szervezett akció keretében valószínűleg balliberális pártok segítségével, ugye itt felmerült például a Datadat Kft. Neve, a hozzánk eljutott bizonyítékok alapján elérték azt, hogy a Facebook lekapcsolja az oldalamat, és egyébként azóta is tiltott személy vagyok a Facebookon. A nyomozás a most a héten tartott tanúkénti kihallgatásom alapján elsősorban a hangfelvételre, tehát a tömeges telefonhívásra fókuszál, de nagyon szeretnénk, hogyha a Facebook lekapcsolásom is majd a nyomozás során szóba kerülne. Egyelőre most felhívást fogunk közzétenni, mert a nyomozóhatóság szeretné, hogyha jelentkeznének olyan választópolgárok, akik emlékeznek arra, hogy még a 2019-es európai parlamenti választások során kaptak ilyen telefonhívást, tehát kérjük azoknak a jelentkezését is most így a nyilvánosságon keresztül, akik hozzám hasonlóan tanúként ebbe az ügybe be tudnak majd kapcsolódni, akik kaptak ilyen félrevezető telefonhívást, és nagyon szeretnénk azt, hogyha a jövőben megszűnnének az ilyen bűncselekménynek is minősülő beavatkozások a demokratikus választási folyamatokban. Nagyon szeretnénk, hogyha eltűnnének azok a politikai pártok a magyar politikai palettáról, akik csalással, különböző manipulációval szeretnének a választásokon minél jobb eredményt elérni. A Mi Hazánk mozgalom mindig csak és kizárólag tiszta lapokkal szeretne játszani, és játszik is a választásokon. Így aztán örömmel fogadtuk azt, hogy a BRFK gazdasági, illetve a korrupciós bűncselekmények elleni főosztálya elrendelte a nyomozást.